Szóval a mai napon Chemex kávéfőzővel fogunk kávét készíteni. Előző héten tettem ki egy videót, egy short movie-t a Chemex készítéséről. Ezt itt fönt tudjátok megnézni, majd a videó után. Körülbelül ugye 27-28 másodperces lett igazából. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez egy kicsivel másabb, egy újabb vonal, amit szeretnék majd jobban kidolgozni. Ő lesz a filterünk, főzzünk kávét! Ha csak arra vagy kíváncsi, hogy hogyan kell a Chemex-szel kávét készíteni, akkor egy picit pörgess előre, ugyanis most szét fogom szedni design, filter, kiszerelés és különféle aspektusból, úgyhogy lássuk, kezdjük a dizájnnal. Jelenleg a piacon kettőféle dizájn létezik, amennyire én tudom. Az egyik, az ami nekem is van, gyönyörű szép üveg Chemex, megtörve egy fa gallérral, igazából, ami át van kötve egy bőrrel. Na már most ennek kettő funkciója van, egyrésztről nagyon esztétikus, másrésztről pedig, hogyha elkészült a kávénk és átmelegszik, átforrósodik az egész eszköz, akkor könnyű megfogni és szervírozni az italt. A másik dizájn teljesen hasonlóan néz ki, annyi különbséggel, hogy a fa, illetve a bőrszíj az teljesen eltűnt, és van rajta egy üvegfogantyú, ami segít nekünk az öntésben. A kettő között nincsen igazából funkcióban különbség, ez tényleg egyrésztről esztétika, másrésztről, amit sokan mondanak, az az, hogy az üvegfogantyús Chemex az egész egyszerűen behelyezhető egy mosogatógépbe, és könnyebb tisztán tartani, viszont van egy trükk ehhez is. Tehát miután levettük róla a fa gallért, könnyedén behelyezhető, ugyanúgy ő is mosogatógépbe. Én személy szerint nagyon-nagyon szeretem a fa elemeket, a fa design, úgyhogy nekem jobban tetszik ez a fajta, de hát mindenkinek a maga ízlése. Tehát attól még, hogy van egy jól megdizájnolt kávé eszközöd, még nem azt jelenti, hogy egy finom kávét fogsz kapni, nagyon fontos az, hogy milyen filtert használunk, és szerintem a Chemex méltán lehet büszke arra, hogy milyen papírfiltereket gyárt manapság. Amit én tudok, az az, hogy háromféle létezik jelenleg a piacon. Méretben van a 3 személyeshez, ilyen félkör alakú, és van a 6-8 személyeshez négyzet alakú, abból is van kétféle. Az egyiket összehajtás után egy ilyen csúcsosabb részt kapunk, a másik pedig teljesen kör alakú, ez szintén igazából design. És akkor nézzük a kiszerelést. Kiszerelést, ahogy én már említettem, itthon egy 3 személyes Chemex-et használok, ezzel nagyjából, hát maximum egy ilyen 400 ml kávét tudok készíteni, egyébként nem nagyon iszom 250-nél többet, tehát általában ez a 15 g kávé, 250 ml víz, amit én szoktam itthon használni, viszont megtalálható belőle a 6-8 és ahogy jól tudom, még 10 személyes Chemex is, ami közel már ilyen másfél liternyi kávét is le tud főzni, úgyhogy ha nagyon Chemex kedvelők vagytok, vagy tényleg sokan szeretik a családba, akkor érdemes a nagyobb Chemexbe beruházni, hiszen ugye azzal is lehet tökéletesen kisebb mennyiséget is készíteni. És akkor most nézzük, hogy is kell vele kávét főzni. Nézzük, mire is van szükségünk. Szükségem van nekem egy konyhai mérlegre, egy kiöntőre, forró vízre, vagy hogyha nincsen kiöntőtök, akkor nyugodtan használjátok magának a vízforrónak a kiöntőjét. Én jobban szeretek ilyen kiöntővel dolgozni, mert a hattyúnyak miatt precízebben tudok önteni, de egyébként ezzel is meg lehet oldani. Magára a Chemexre, valamint őrölt kávéra. Figyelek arra, hogy miután a filter hajtogatásom megvan, 3 réteg menjen előre, egy pedig hátra. Filteren belehelyeztem, és most pedig jöhet a forró víz. Mivel vastagabb a papír ennél az eszköznél, nem szoktam spórolni a vízzel, tényleg jól átjárja a papírfiltert, megszabadulunk a rostoktól, és szépen felmelegítjük a Chemexünket is. Egy kis körtörös mozdulat, és megszabadulunk a víztől. Jöhet bele az őrölt kávém, és kezdjük a már jól ismert blooming virágzás szakaszt. Az első öntésem 30 g-ig fog menni, és igyekszem tényleg úgy önteni, hogy teljes egészében ellepje. És hasonlóan, mint a V60-nál, egy megállást szoktam alkalmazni 150 g-nál, és aztán pedig 250-ig öntöm, miután egy picit lejjebb ment a kávém. Miután megvagyok, a filteremet pofon egyszerűen eltávolítom, adok neki egy-két köröző mozdulatot, hogy a különböző kávé csöpögési rétegek azok jól összekeverődjenek, és igazából nincs más dolgunk, mint kijönteni, és élvezni a kávét. Egészségetekre!
Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. További kávés tartalmakért iratkozz fel a csatornára, találsz hozzá arról egy linket, és küldj nekem bátran e-mailt arról, hogy milyen további kávés videókat néznél szívesen. Egészségedre!